Rózsa Sándor. Rózsa Sándor talán a legismertebb magyar betyár. Életéről számos irodalmi alkotás, népdal, sláger és egy kultikus televíziós sorozat is megemlékezik. Tudjátok, az, amiben Osztály Sándor játszotta a főszerepet. Rózsa Sándor nem mindennapi karrierjét bűnözőként kezdte, ám nem ő volt az első fekete bárány a családban. 1848-49-ben szabadságharcosnak állt, majd újra betyár lett. Néhány szó korai életéről. A nép úgy tartja, hogy Rózsa Sándor Burokban született, és emiatt nem fogott rajta a golyó sem. Szegeden látta meg a napvilágot 1813-ban. Édesapját korán elveszítette, mivel Andrást lótolvajlásért felkötötték. Más verzió szerint egyszerűen csak agyonütötték. Sándor is hamar apja nyomdokaiba lépett, ellopott 2 tehenet, így 23 éves korára már börtönben ült. Itt volt egy kis ideje töprengeni tettein, életén, de ha azt gondolnátok, hogy megpróbált jó útra térni, hát tévedtek. A börtönben gyorsan búcsút intett fogvatartóinak és megszökött. Nem sokkal ezután már az alföldi betyárok élén állt és elismert vezetőjük lett. Aztán eljött 1848 nyara, és tudjátok, ki kereste meg ekkora híres betyárvezért? Igen, maga Kossuth Lajos, aki segítségét kérte, az osztrákok pártjára állt szerbek ellen. Cserébe bűnei alól mentességet ígért neki. Rózsa Sándor persze kapva kapott a lehetőségen, és 150 fős betyársereg élén sikert sikerre halmozott a délvidéken. Mondjuk úgy, hogy a szerb granicsárok kaptak egy kis ízelítőt a betyár harcmodorból. Ám mint tudjuk, a betyárok mindig és mindenhol betyárok maradnak, így szabad idejükben ittak, berekedtek, és hát szerintetek mi mást is csináltak még? Így van, természetesen lányokat és asszonyokat hajkuráztak. Valószínűleg borzalmasan kedves udvarlási szokásaik voltak, és nagyon örültek nekik a lányok és asszonyok. Vukovics Sebő délvidéki kormánybiztos csapott elsőnek az asztalra, és elrendelte, ahogy ő fogalmazott, a bicskások és zsiványok gyülekezetének feloszlatását, mindez 1848 végén már megtörtént. Rózsa Sándor mentségére szolgáljon, hogy ő tényleg megpróbált normális életet élni, bár kinek mi számít normálisnak, ugye? Szakmája lett, csikósnak állt, és meg is házasodott. Feleségének ráadásul még 2 gyermeket is nemzett. De hát a vér nem válik vízzé, mondják, az ő vére pedig másfelé hajtotta, és 1850-ben ismét betyársereget szervezett magának. Személye azonban a szabadságharc leverése után a nép szemében az osztrákokkal szembeni ellenállást testesítette meg, így a császáriak hamar magas vérdíjat tűztek ki fejére. Végül egy árulás következtében elfogták 1857-ben, de kivégezni nem merték. 46 évesen már életfogytiglani börtönre ítélték, helyzete eléggé kilátástalan volt, de az 1867-es kiegyezés változást hozott az életében. Az enyhülés hatására 1868-ban kijebb rúgdalták a börtönből, és ő mire használta a szabadságát? Természetesen arra, hogy új betyársereget szervezzen magának. Társaival ezután postakocsikat és vonatokat raboltak ki. Egy vonatrablás viszont balul sült el, és az ott utazó katonák lelőtték társait, állítólag ő is súlyosan megsebesült, börtönbe került, ahonnan ismét megszökött. Rádai Gedeon pandúrfőnök csak úgy tudta elfogni, hogy állást ajánlott neki.
Állás helyett azonban a Szegedre érkező Rózsát rendőrök fogadták. Megint kattant a bilincs a kezein. ...1872-ben életfogytiglani börtönre ítélték, 1873-tól Szamosújváron raboskodott. Egészsége egyre romlott, és 1878. november 22-én 65 évesen elhunyt. Történetei ma is élnek, népdalokat énekelnek róla, de hogy ki is volt ő valójában, rablógyilkos vagy hős, döntsétek el magatok! Ha tetszett a videó, iratkozz fel csatornánkra!